Elkezdődött az utóbbi évek legnagyobb Hajdú-Bihar megyei beruházása. 2015-ben zárult a 100-as vasútvonalon a Szolnok és Püspökladány közötti szakaszfelújítás. Ezt a munkát folytatják most Debrecen Apafáig. A következő lépés a Püspökladánytól Ebesig, illetve majd Ebestől Debrecenen keresztül Apafáig történő szakasznak a korszerűsítése lesz. Ez természetesen a jövőben is érinteni fogja Püspökladányt, hiszen a városból nagyon sokan utaznak Debrecen irányába, és tanulók, munkavállalók, így aztán számukra sem mindegy, hogy milyen feltételek mellett tudnak utazni. Az első időszakban ez nyilvánvalóan inkább bosszúságot fog okozni, hiszen újabb és újabb menetrendek fognak majd születni, annak érdekében, hogy a munkát el lehessen végezni, de természetesen és amikor kész a produkció, akkor onnantól fogva mindenkinek kényelmesebb, könnyebb és gyorsabb és biztonságosabb lesz az utazás. Püspökladánytól a pályaépítés, Kaba magasságában egy felüljáróépítés, aztán a Kaba Hajdú-Szoboszló-Ebes vasútállomásnak a teljes korszerűsítése, hasonlóan ahhoz, mint hogy ez Püspökladányban is történt. Ez egy óriási dolog, és hát amit a szalagcímek hoztak akár az országos napilapokban is, hogy Hajdú-Bihar megye legnagyobb beruházásáról van szó, és én tényleg örülök, hogy ez a választókerületünket teljes mértékben érint, illetve hát a várost is. A közel 75 milliárd forintos vasútfejlesztés beruházója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Kis Boglárkát, a NIF munkatársát az ütemezésről kérdeztük. Három szakaszban történik az ütemezés. 2017 nyár és 2018 nyara között a Püspökladány-Kaba nyíltvonali vonalszakasznak a felújítása történik meg, a Hajdú-Szoboszló-Ebes nyíltvonali vonalszakasz felújítása és Ebes állomás korszerűsítése. A második ütem a 2017 ősz és 2018 vége közötti időszak, ekkor a Kaba-Hajdú-Szoboszló nyíltvonali szakasznak a felújítási munkálatai zajlanak majd, illetve 2019 tavasza és 2020 nyara között Kaba állomás és Hajdú-Szoboszló állomás fog megújulni. A közbeszerzési eljárási kutatásból sikeresen lezajlott. A kivitelezést az RV 2020 konzorcium nyerte, ami a Véhíd Építő ZRT-ből és az Erkot Kft-ből áll, és a kivitelezés nettó értéke 73,5 milliárd forint. A fejlesztés uniós forrásból valósul meg, tehát uniós támogatású, méghozzá az Európai Unió kohéziós alapjából finanszírozzuk ezt a projektet. Természetesen a felújítási munkák következtében menetrendváltozással és hosszabb menetidőkkel kell számolni. Ezzel kapcsolatban felkerestük a MÁV-ot, ahol készségesen beszámoltak nekünk a változásokról. A Budapest-Szolnok Debrecen Záhony fővonalon és az ehhez csatlakozó vonalakon a vonal felújítás augusztus 26-án kezdődik. Első munkafázisa október 31-ig tart. Ez idő alatt az intercity vonatok 15-20 perccel hosszabb menetidővel közlekednek Budapest felől a Püspökladányon túli állomásokra, illetve ennyivel korábban érkeznek Püspökladányig a keleti országrészből Budapest felé. Püspökladány-Debrecen között egy helyi vonatpár ideiglenesen nem közlekedik, a vasárnaponként Zajta Budapest nyugati között közlekedő úgynevezett 7 mérföldes nevű vonat pedig Debrecen és Budapest között kimarad a menetrendből, helyette a Záhonyból Budapestre tartó sebes vonattal utazhatnak, amely Debrecenben 18 óra 31 perckor áll meg. Augusztus 26-án estétől szeptember 7-én hajnalig, majd aztán szeptember 17-én éjszakától 21-én hajnalig Püspökladány és Debrecen között kizárólag éjszakánként néhány vonat helyett vonatpótló buszok szállítják az utasokat. Egy másik szakaszon is várható a közeljövőben vasúti felújítás Püspökladány vonatkozásában. Egyébként a vasútépítés, ha szabad egy kis kapcsolódó válaszsal ráfordulnom, nem csak ezt a szakaszt fogja érinteni, hanem egy nagyon fontos kormányzati döntés is született az elmúlt hetekben. Ennek nagyon örülök, mert a nyári időszakban egyébként ilyen horderejű döntést kilobbizni, kisegíteni azért nem olyan túlságosan egyszerű, de hát egy nagyon-nagyon régi és jogos és valós igény volt az, hogy a Püspökladány-Biarkeresztes közötti szakasznak a korszerűsítése is történjen meg. Közel 800 millió forint elkülönítése történt meg arra a célra, hogy a Püspökladány-Biarkeresztes közötti szakasz tervezésének
a fejlesztése, megvalósulása finanszírozható legyen. Tehát itt még nem építkezésről beszélünk, hanem tervezésről, mert hát egy ilyen horderejű munkánál bizony ez is nagyon jelentős költség. A tartalma egyébként elég egyértelmű, a villamosítás tervezése szerepel benne, illetve a szűk keresztmetszetnek a kiváltása, ami azt jelenti, hogy nem egy, hanem két páron folyna a közlekedés. Ez nyilvánvalóan óriási mérnöki, meg szakhatósági tevékenységet igényel, és hát mivel megvan rá a kormánydöntés, innentől fogva itt is megindul majd a közbeszerzés, illetve ténylegesen a munka. Annak érdekében, hogy ez az építkezés elkezdődhessen a közeljövőben, ezt a lépést nem lehet kihagyni. A Püspökladány Bihar keresztes vonalon is felújításokat végeznek. Emiatt augusztus 26-ától Berettyó Újfalu és Bihar keresztes között pótlóbuszos átszállással igénybe vehető járatok menetrendje a püspökladányi csatlakozások miatt módosul majd. Vasúttársaság kéri az utasokat, hogy figyeljék az állomásokon kihelyezett hirdetményeket. A MÁV csoport a módosított menetrendről folyamatos tájékoztatást ad honlapján, a Vágányzár hírek alatt. Továbbá az utasok tájékozódhatnak a vonatinfo alkalmazásban is, és a MÁV direkt telefonos ügyvédszolgálatánál is.